Reggelt, sziasztok srácok, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő csodálatos Seven Days to Die-jal. Hát, meg vagytok illetődve, hogy a Keeper majdnem összedöntötte az egész bázist. Jót rögtetek, komolyan mondom, azon gondolkoztam, hogy miért rögtetek volna, hogyha összedönti az a hülye gyerek az egész bázisát. Na itt megpróbálunk felállni, és akkor van valami finomabb létre, azt hiszem. Azzal kellene valamit kezdenünk, mert ez nekem nem tetszik. Egyébként gondolkoztam még lépcsőházon is, ugye van ilyen lépcső, de hát ilyen ordinári sok anyag, meg rettenetesen sok hely lenne, úgyhogy ezt egy kicsit ezt elfelejti a Keeper. Nem fogunk lépcsőházat készíteni, azért az már lehet, hogy egyen nagyobb túlzás, mint amennyit el tudtad viselni. Akkor felupgrade-eljük ezeket szépen lefele. És akkor négy ilyen kis vékony pálca oszlop lesz. Meg van egy olyan fajta létre, azt hiszem, amelyik ilyen kis pilinga. És azt fog középen lenni. Nagyon bízom, addig nem is akarok ott fönt építkezni, remélem, hogy nem fog összedőlni a dolog. Na most nem kell a biciklivel foglalkozni. A beceklevel. Mármint, hogy tönkre megy. Nem zaklattok, hogy csináld meg a biciklit, Keeper, mert bázis építés volt. Egyébként tök jó, hogy a rengeteg XP-t kapunk ezért, hogy így fejlesztünk bázist. Viszont egy probléma van, egyébként a középső oszlop is lehet, hogy maradni fog, tök jó. Csak itt már problémák vannak, mert ugye egy, kettő, ide erre a sarokra kellene, várj, ebben lehet, hogy pont nincs is semmi, úgyhogy ezt. Ilyenkor miért nem tudom fölvenni, ezt nem tudom fölfogni. Amikor le van ragva a cobblestone, meg minden is. Nem cobblestone van leragva, hanem a claim. Ide kell nekem egy oszlop. Itt át kell mindent rendeznem, gyerekek majd, úgyhogy úgy készüljetek, hogy kertrendezés lesz. Jó, itt meg főnek a finom kávék, most egyelőre nincs rá szükségünk. Jó, semmi gond, gyerekek. Minden szuperül működik. Minden egyébként, tényleg minden működik. Figyeljetek, a másik sarkot is meg kéne kezdenem, és akkor egyszerre meg felhúzom a kettőt. Ja, egy kicsit hosszú volt az előző videó, bocsánat érte. De viszont olyan csodálatos bázisunk lesz, ti azt el se tudjátok képzelni, milyen kellemes hangulatba fogjuk tölteni itt a napokat. Na, akkor várjál, itt az alját is fel-upgrade-elem. Csodálatos. Kellene egy ilyen hatchet csinálni ebből kettőt is. Mert ugye fölülre is kérem, meg alulra is, meg azt fel kéne upgrade-en, amennyire tudom. Hamadottad testvére. Ja, meg vannak itt ilyen csodás fákják is. Egyébként mindjárt ott forrasabb a hely. Fú, kicsit ilyen, tudjátok mire emlékeztet? Most így fölnéztem. És Morrowindbe van a drummerek, vagy drummerek, valami ilyen ősi civilizációnak a tárnái. Ott vannak ilyen csövek mennek, meg ilyen, tényleg olyan, mint hogy ilyen csövek mennének. Olyan. De egyébként látjátok, ezt például cobblestone-ból lecraftolnám, és akkor nem kéne itt upgrade-elgetni. Ugye? Hogy egyből a blokkot abból tudnám. Csak mondjuk rossz helyre rakom azt, akkor már cseszedem az egészet. És azt valahogy én kinézem magamból. Na, egy ilyen ajtót ide tudnék valahogy szörkeszteni? Az a baj, lehet, hogy már nem. Mert ott is egy létre, ott is egy létre, úgyhogy ezt el vagy cseszve. Viszont az alsó létrefogot azt kiüthetném, mert ott az simán elérem, arra nincs szükségünk. Úgyhogy ide vagyunk egy ilyen, várjál, először bazd meg, csináljuk azt, hogy csináljuk az gyerekek, hogy legyen meg ez a... Innen elérem? Jó, tökéletes, na. Ez már jó is így. Itt az sutyiba itt nézegethetek ki, basszus. Ej, de hülye vagyok, na. Majdnem összeborult a bázis. A Keeperön végig futott egy fázis. Késésbe volt egy kicsit. A tető megrepedezett.
Azt vettük észre, mikor a tető repedezett. Arra lettünk figyelmesek, hogy a tető repedezett, nem? Vagy hogy van ez a... Tudjátok, a polgár Jenő? Be kellett volna vágni az előző rész közé. Arra lettünk figyelmesek, hogy a tető repedezett. Ó, az a hülye gyerek. Saját hülyeségem, mindig, mert... Egyébként nem tetszik valami, akkor nem tudok vele kibékülni. Mármint, hogyha így... Tudom, nem jó ez a struktúra, nem tetszik, nem látom át. Zavar, hogy ott egy fal, vagy akármi, és akkor át kell alakítanom. De utána egyébként jó, mert megnyugszom ám. Semmi gond nincsen vele. Utána nyugtatólag hatanám, hogy jaj, de jó, meg sikerült oldani. Egyébként ez szerintem bőven meg fogja tartani. Ugyanúgy négy blokk, meg jobb is középtájt is van. Szerintem ez így tök frankó. Ezt a középső blokkot mindjárt megnézzük, hogy ezt kiüssük-e. Vagy a lajtorgya. A lajtárgya, az humönjön fölfelé. Egyébként már megint agyalok ám valamin, hogy mit tudnék csinálni. Komolyan mondom, már megint agyalok valamin. Hogy lehetne olyan, hogy egy oldalt valahol egy létra, és akkor lenne egy ilyen padlástér, és akkor ott meg még egy létre, és akkor még nem középen menne föl a létre. De mondjuk semmi gond ez a középső létre zavar engem, hogy itt zavarja a látóterünket. Ekkora hülyeséget mi? Bazd meg, ez jó helyre jött. Kurvára nem jó helyre ment, gyerekek. Nem jó helyre ment, de viszont az oszlophoz képest meg szimmetrikus, ugye? A lukhoz képest nem szimmetrikus, oszlophoz képest szimmetrikus. Na jó, azt lehet, hogy így maradám. Most mihez képest nézünk szimmetriát, mi? Ja, hát azért nem mindegy, hogy... Figyelj, itt ezt még végig küldöm. Biztos semmiképpen nem akarjam szétbontani már, szétbarmolni. Gyerekek, a világ összes izéjét itt alapanyagát belecsapom ebbe a vázisba már lassan. Ez ilyen messze elérek ezek a kalapáccsal. Ez számít a... Nem hiszem, hogy számít, csak én beképzelem. A létráról dolgozunk, egyik kezemmel kapaszkodok, másik kezemmel upgrade-elek. Ez azért az egész betonból lesz úgy kicsit baráti érzést fog nyújtani. Meg ha az egész acélból lesz, gyerekek. Acélpirom is lesz. Csillogó, villogó, acélpirom is. Kár, hogy már nem lehet felpolírozni. Régebben volt, duplázta a polírozást. Csak valami rohadt nehéz megszerezni azt a polírt. Gyerekek. Innen még le is fogok esni egyet, azt akkor minden jó lesz. Na, az oszlophoz képest, figyeljetek meg, hagyjuk ezt az oszlopot, na mennyire csúfos. Hát ez jó, de jó, vagy nem jó. De érdekes, hogy nem az oszlophoz képest, hogy mi a fasz csináltam én itt. Na hát lehet, hogy a létre maradt csak. Már egyébként szerintem örültetek, hogy jaj, végre hagyjad azt az oszlopot, hagyjad azt az oszlopot. És akkor így megszólal, hogy hát lehet, hogy csak a létre marad. De sőt, nem is az a létre marad, hanem másfajta létre marad. Én együttem fel upgrade-elni, ne aggódjatok, minden oké van. Csak itten dolgozok, kömüveskedek fönn. Azt a végén meg az lesz úgyis, hogy le fogom bontani ezeket az oszlopokat, mert nem szimmetrikus. Most meg bántja a szememet. Mondjuk annyira nem rossz, ja. Beesik az eső, de lol. Ott becsöppent az eső, ahol volt egy lik. És vizes vagyok! Aj, tök jó, egyébként szeretem ezeket a dolgok. Ezek az apróságok, ezek jók. Figyeljetek, azt kéne csinálnom, hogy levágom az alját, meg a tetejét ennek az egésznek. Na, mit szóltok? Na, most a nagy kockázat lesz. Levágom az alját és a tetejét. Tehát összeomlik majd az egész oszlop. De mondjuk lehet, hogy a tetejét kéne össze. Nem az alját, hülye gyerek. Na, figyeljetek, meglátjátok, hogy most a Keeper mit talált ki. Be fogtok rajt szarni. Komolyan, ez biztos, hogy azt mondjátok, hogy na bazd meg, ekkora hülyét. Összedöntem a izét, ezt a nagy oszlopot létrásta, és akkor ugye nem kell kivernem folyamatosan. Pedig az néha jó, jól esik.
Figyeld, és akkor ugye annyit csinálunk, hogy ezt a létrát még ki, és az oszlopot ki, és akkor utána az alját, és a legalját. Az lesz a legalja, gyerekek. Na, most ugrik a majom a vízbe, hogy ezt az oszlopot kiültem, és nem borul össze, akkor már nyert ügyünk van egyébként. Ha persze fáradj el, várjál, nincsen kávé, nem hoztam föl kávét. Összedöntem ezt az oszlopot. Figyelj, négy darabnak kell fogni a körbe. Biztos vagyok benne. Előbb-utóbb az, ez akkor egy szó összedől. Milyen hülye vagyok. Na és akkor kiütjük ezt a létrát, lajtorgyát. És kiütjük. Ha ígyunk már egy kávét, morát, hiszen annyi kávém van, basszus. Kávéházat nyithatnék. És kiütöm az alját, gyerekek, itt ilyen izé leszel. Na, omlás, omlás, mint az állat. Fú, gyerekek, csak nehogy magába húzzom minden, vagy nem tudom. Úgy, fú, itt már, jó. Készüljetek, gyerekek, omlik az oszlop, létrástó, vidőrestő. Dik az! Jó, hogy nem... Nem tört össze semmit? Fasza lehet volna, bazd. Látjátok is, hogy csak 200 blokknyi lett darabja. Nem 1500, azért az nem mindegy. Látod, milyen jó királyság van? Öcsém, mekkora kupac szar lett ott. Meg jó, hogy nem borította rá az izére. Összetörte? Összetörheti a dolgokat, nem? Mármint ilyen ládákat. Úgy fasza lehet volna. Azért tényleg komolyabb oldal. Hülyeség fájna, ordítja a keeper. De viszont legalább gyorsan ledöntöttük itt a dolgokat. Na, és akkor csak egy ilyen pilinga létra. Egyébként így már azért sokkal barátébb. Egy pilinga létra lesz. Na bazd meg, sikító zombi. Pont most, hallod? Nem tudok fölmenni. De így sem hagyhatom ezt a szart. Nem hiszem, mert valami tűt. Nem hagyhatom itt, mert itt bejönnek, bazza szétverik belülről. Hogy lehet ilyen szerencsém, hogy abban a pillanatban, amikor összedöntöm ezt az egész... Na, tő... Sikító zombi, bazza, hívj egy csomó zombit, nem hiszed el, komolyan mondom, nem hiszem el. Fogadjunk, most ugrik be, és kiüti alólam, figyeld meg. Ha milyen szerencsém van, tuti az lesz be. Ne zsigogassál, öcsém, hát próbálkozok följutni oda hozzád. Üti be azzal a blokkokat. Hát az édesanyád valaga. Nem hiszem, mert komolyan mondom, miért van ilyen szerencsém? Miért van ilyen szerencsém? Mi az anyámat csinálok most egy csikitos zombival? Kettő! Hát nem hiszem el, komolyan mondom, gyerekek, bazen, én nekem olyan szerencsém van ebben a játékban, hogy ilyet nem is láttatok még. Az a nagy darab állat, hát nem hiszem el komolyan ezt a játékot, hogy pont akkor kell bazzni történnie. Ilyennek! Miért pont olyankor kell nekem történnie, hogy egy millió zombi rám jön? Nem hiszem el, komolyan mondom, én nem hiszem ezt a játékot, gyerekek! Sikító zombi megint, hogyne, hogyne! Hallod? Zombi orda kutya faszra ehhez képes, gyerekek!
Ezek basztak megdögleni. Bazek, most komolyan! Wow, mi ez a játék, gyerekek? Hallod? Hát legalább három sikítós zombi, öcsém, ott van, ott is egy. És abba a szent pillanatba. És ott ütik az egész izét, bázisomat. Abba a szent pillanatba, amikor nincs létrám, nem tudok fölmenni. Én ezt nem hiszem ezt a játékot, komolyabb oldom. Mondani, ez mennyi bozze? Mert már megintség itt a zombiot! Már megint itt a zombiot? Nyilván megint egy kozal zombi. Hát hány több tucat bozze? 50 zombi, éjje bozze! 50, hát ez több volt itt 50. Neked ront! Sikít a zombi hegyek bozze! Persze, bazza meg, te meg izé, kurva életbe. Hát még mennyien, még mennyien? Mennyi zombi jön még? Most ne haragudjál meg már. Most ne haragudjatok meg, ez ekkora szívás még büdös életben volt ebben a játékban állam. Ott egy szarvas. Öcsém. Meg még jött egy kánya. Mi a kánya? Az hiányzott. Az a kánya hiányzott. Gyerekek! Ez több volt, mint túlzás. Ez több volt, mint túlzás. Komolyan mondom. Nem merek lőni, mert akkor meg a kánya mindjárt rám repül. Minden bajom van egyébként. Tönkre vannak, mert még az ármorjaim is. Fú, csöcsém, még bírja azt, vagy nem tudom, megcsináljuk, meg tudjuk csinálni így, hogy rajtam van, akkor nem akarok. Ó, azt a rohadt életbe, nem lehet így javítani, jaj, de jó. Mivel javítja bazze? Nem írja meg, titkos? Mivel veszi föl? Nem lövi. Öcsém, ha majd megdöglöttük, gyerekek. Négyes izé, iron kalapácsot már tudok craftolni. Az ötös... Jó van. Az olyan, ilyen közel még büdös életben nem voltam a halálhoz. De figyelj, abban a pillanatban, amikor ledoblik, ugye a létra, nem tudok kivenni, abba a pillanatban, szed, videótúbba, rám rontarak sikító zombi hegyek. És ugye nem tudsz velük, hogy föl tüti, érted? Nem tudsz azt, hogy most bennmaradsz. Ez én komolyan mondom, 99, nem, 100%, 120% biztos voltam benne, meg fogok dögleni. Nem tudom, hogy ti hogy éltétek meg, de én biztos voltam benne, hogy itt a Keeper bazze fűbe harapási lesz. Nem? Kurva élet, gyerekek. Kurva életben. Köcsög volt ez. Most ez nagyon köcsög volt ez a játék. Mondom, jöhet akárhány zombi, de nem gondolt az ember, volt kettő sikítós, meg egy, amit biztosra boddok, hogy végbe egy volt, ugye? Később, amíg megint beszpólott egy kozallal. Nem tudom. Nincs itt be egyáltalán senki, hogy az legyen, hogy még itt el lesz valaki, meg őrülök. Ja, hát így tudtam kivenni, azt majd nem tudom már, most meg idegbeteg lettem. Föntről elbontom, vagy nem tudom, most meg fasz... Mi volt ez? Ugyan minden baja van a karakteremnek, hallod? Az összes létező baja van. Az összes létező baja van, hát annyi debuffom van. Attól féltem, annyi debuffom van, már olyan low volt a HP-m.
Jó, még szomjasak is vagyunk. Jaj, de jó, hát még szomjas is legyél. Öcsém! Ez nagyon nem volt fel. Ez nagyon nem volt, de jó. Először szobjazás, utána kaja, meg minden is legyen, ez is. Szóval sorba vidd a debuffot el kell, de azt a gyorsan kérdezni egy mézet, mert ugye az 5% leviszi, tehát az jó lesz nekünk. Kaja talán leviszi, ez miatt pecsem, azt sem tudom mi az, el van törve a kezidek ilyet. Ezt mivel tudom? És mi nem írja esetleg, hogy mivel? Nem lehet megjavítani, vagy mi? Ezt szerintem ez meg van javítva, ugye? Ide meg kellene, azt hiszem, hogy painkiller. Nem tudom, ez a törött kézzel, ez a miattokat tudok csinálni. Nem painkiller. Oké. Okay. Ja, rossz állapotban vannak a armorjaim. Ennyire egyébként craftolhatnék újakat is. Mert nem valami kajak armorok ezek, csak ugye benne vannak a modifikációk. Jó. Hű! Ó, igen, nagyon beszartam egyébként. Milyen primitív glow ez? Jó. Hatos szintűt tudnék craftolni, csak nem akarom elhasználni rá. De mi kell hozzá? Mi nem hiányzik? A legendary pass, de nekem nem kell hatos, nekem izai ötös elejékű testvére. Mi hiányzik? Cloud Fragment. Azt megy. Ennyi Cloud Fragment kell, nem is emlékezt ebbe az egy komolyabbat. Nincs a világon egyik Cloud Fragment. Szóval jó, ott rohadjál meg. Ez mindenképp, amúgy nem olyan rossz állapotban van. Mit craftoltam egyébként le? Hol van? Hova tetted? Mi van? Mit csinálok? Izé vagyok. Idegbeteg. De most mit craftoltunk le? Nem craftoltuk valami ötös ruhát, vagy ilyenkor bicsi, fölveszi? Fölveszi instant. Jó, hogy szósz, testvérem, hogy rohagy meg! Ebben milyen izé van? Van modifikáció, egy zsebbar. Úgyhogy ezt rakjuk alá a másikba. Hova raktak? Ja, így. Pedig elfelejtem, hogy innen miért nem lehet kihúzni? Hú! Jaj, érzitek egyébként a feszültséget, biztos rajtam, de tényleg, én nagyon nagyon kivótam, hogy most megdöglünk. Valamiért, nem tudom, így tök jó érzés, hogy nem haltunk még eddig meg. Nem mint, hogy bármit szemel, mint a broken arm! Most szálltém lecsökkent, ott rohadjál meg egyébként szerintem ilyen. Van ilyen bekötözés téva, nem tudom az, hogy a pecsembe nevezik. Meg miért nincsen külön izé? Hogy nevezik azt a bekötözést? Mi a valami? Ami S betűs volt régen. Tök nem emlékszem rá. Hogy azzal lehetett rövidíteni. Ennek a folyamatát. Mechanic parts. Ilyet tudok már csinálni, az jó volt. Jó, de fogalmam sincs, gyerekek. Jó, el van törvekede. Úgyis építkezési van. Na, most már kimerek ólálkodni. Na bazd meg. De történnek a dolgok, mi? Kipör azért. Előbb-utóbb öngyilkos leszek itt, bazzek. Rám omlik valami, előbb-utóbb itt a saját piramisom be fog temetni. Én már előre látom itt ezt a szituációt, tényleg. Legelőször egyébként annyi hibát elkövettem, legelőször ezt a védelmet kell volna megcsinálni. Csak, mert itt lehet, hogy ti is gondoltok rá, én is gondoltam rá, hidd el. Csak egy dolog én nem mertem megcsinálni ezt a rohadt védelmet, mert mondom, mi van, hogyha túl nagy az a felső súly, és összeborul ez az egész kóceráj. Na, vegyük már el azt. Oké. Okay. Jó, gyerekek. Hát ennyire nem fostabb még ebben a játékban. Szerintem milyen szép lenne, hogyha nem kellene íze egy középső létre. De hát muszáj lesz. A blokkoknál akkor meg kéne egy olyat nézni, hogy...
Hogy nem adik a létrát? Várja, volt tekeve szerintem már elmentve. Ladderja, 2D-vel. Csoda jó. Nem tudtam, komolyan. Van itt ilyen szebb is. És ez a vékony. És ezen így tudok fölmenni? Szíj, gyerekek, az aztán nagyon piligga. Föl tudok ezen benni így? Azért ki, jó, meg... Rottul nem, ez lehet, hogy a másik felé megy fel, ugye? Aha, jó van. Jó van, nincs semmi baj, megoldjuk. Na, a fejemre esett be a saját létráim. Ne! Hülye gyerek. Tessék. Ma nem, ma a keeper van izé, ma elérte a, szerintem a csúcs. Ez a piligga létre, be, de fölállok rá. Rendesen fosok be az. Hát ilyen hülyét a cseh. Hogy erre én fölmegyek. Azt kitörik alul a bazeg, kiviszem a falát ennek a piramis. Ez a piramis előbb-utóbb magam alá fog tevetni. Én már előre látom, gyerekek. Komolyan mondom. Hát nézd meg, erre fölmászik a fogpiszkáló létrájára a hülye gyerek. Tudom, nem szokhat le, de hát akkor is. Mit csinálsz, keeper? Legyen már eszed. Hát de most ez meg izére videóba akarja rakni, ám csak oda, de... Nem, de rakja rá, mert mindjárt szédülök már amúgy is. Na, feeling a létre, azt köver, mindig a dekorációra köverni, vagy szép legyen, jó legyen. Na, aztán igazából ugye ez is tart, szerintem. És akkor ez föl upgrade-eli a keeper nyílre. Izéből biztos macska kő létre, az a legtartósabb dolog lehet a világon, gyerekek. Macska kőből építesz ilyen vékor létre, nem? Az biztos jó, meg betonból. Beton létre, gyerekek, az a legjobb. Mindenképpen csináljátok, betonból öntsetek egy ilyen vékony pálcika létrát. Biztos vagyok benne, hogy olyan durability-e lesz. Nem hiszitek el. Mi van, mi hiányzik? Nincsen fám? Hát a faszod nem sül el. Komolyan mondom. Még jó, hogy már ki tudok menni. Jó, vágunk egy kis fát, mert ezt már befejezem. Meg akkor ezt viszont föl kéne újraépíteni. Miért nem tudok kimenni, testvérem? Nem mondod, hogy pordíts el itt egy labbég. Meg rajta állok, ezért nem tudok fölvedni rá. Ugyan, valami legyen velük, vá. Küzdjük meg az elemekkel. Jaj, gyerekek. Én ezt nem bírom idegekkel, vá, ezt a izet. Ami itt folyik. Nem bírom idegekkel. Vizet kinyerjük, aztán kiforraljuk legalább. Öcsém, a kiló zombi rám futott. Egyébként így közben bevillantám, csak küzdöttem az életemért. Hogy lehet, hogy jó ötlet lenne, nem zseblámpával küzdeni, futkorászni, és akkor nem bennélek észre, egyit kell róla csinálni. Meg az a baj, hogy az a modifikációzon a rohadt baltán világít, mint a tücsök picsája. Aztán lehet, hogy az se a legbarátibb dolog. Milyen szerencsé, hogy gyorsan vágom már fát. Ja, fém szerszámok köllenének. Nem olyan túl sokat fogok, csak hogy tudja befejezni itt a... Mi a úristen, ez jó kicsap töltse. Tudjam hamar kivágni ezeket. Össze, Isten, ez már nagyon. És nem, vagyis tudja befejezni ott fönn. És felemgrédeljük az egészet majd, ha tudjuk. Cobblestone-ra. Az egész pázist, kiravist. Azt addig nem is fogok tovább építkezni, mert ez... Ez így nem lesz baráti, hogy összeborul. Lehet, hogy Cobblestone-ból lett volna felhúzva minden, akkor jobban bírta volna. De szerintem az a 4 oszlop, ez már tök jó lesz. Viszont itt minden fa el fog tűrni, az biztos. Itt azt tényleg ellátok. Ellátok be az a Makóig, meg Szegedig oda-vissza, mert... Mondjuk az Szeged meg Makó nincs itt messze egymással. Mert egy nagy, kietlen síkságot hagyok magam utába. Komolyan mondom, a minek nevezik, őserdőnek kitermelők se csinálnak ennyi gond. Na viszont most meg tudom csinálni, amit akartam, gyerekek. Akkor tudok csinálni egy felső kijáratot, ami tök jó lesz. Bár lehet, hogy egyelőre addig még nem kell felső kijáratot csinálni. Figyelj, minden egyi blokknak a tetején volt még ilyen. Jó,
Szóval föl tudjuk upgrade-elgetni. Mi ez a vihardik? Nem, ami zombi horda. Bazen, holnap megjön a zombi horda. Komolyan mondom, én sose gondolok bele, hogy mi történik ebben a játékban, csak csinálom, hogy a fejem után megyek. 1 óra 26 percig van törve kezünk, annyi nem tudunk nagyot ütni meg ilyen hülyeséget, mert egy kicsit le van a HP-nk a zoomomba tőle, de ott rohadt jobb meg. Megcsináljuk a külső védművet. Csak ránézek erre, hogy az hogy sikerült. Na. Hát szerintem eddig jobb lesz. Ennél jobb nem lesz, gyerekek. Igen, és akkor úgy lesz, hogy mondjuk kijövünk, és akkor ott lesz szembe végigládák, mondjuk innentől idáig végigládák. És akkor mondjuk szembe, meg itt, meg a konyha rész. És akkor oda a konyha részhez, ugye akkor csinálunk bútorokat, és akkor mondjuk két oldalt meg lehetne a kraftolási rész, vagy ládák, és akkor két oldalt a sarokban meg kraftolási rész. Valahogy el akarom szisztematikusan rendezni, mert később nem akarok vele vinkódni. És még éhesek is vagyunk, már még mi nem kéne, testvérem. Megeszem ezt a mézet. Ezt ugye elfogyasztgatom én ezt a mézet. Ezt meg scrappeljük le. Jó. Meg kell csinálni a külső védelmet mindenképpen, mert itt fönforgás van. Jó, most már biztos nem fog összedűrni szerintem. Ezt jó megmondtam, de ez így van, így lesz. Úgy lesz, ahogy mondtam. Meg kell nézni, hogy minden föl lesz-e upgrade-ölődve maximálisan. Maximálisan. De ez jó, jó összedűrt. Itt ezt a rácsot is, végig megyünk rajta. De üssél egyet. Csapjál oda. Fárasztó. És... Ja, ide mindenképp oszlop kell. Legalább az alsóig borult volna ki, akkor raktam volna oda mást. Mert oda akkor teljesen fölösleges oszlopot raknom. De hát, ne legyen szerencséje Keepernek. Kiburult a izé. Kiburult. Mi a fasz volt ez? Elfogyott! Nem mondod! De jó. Na, akkor megint ezért csináltak building blokkot. Building blokkot. Mennyit kell? Szerintem, hogy legalább egy 40 darab legyen, aztán adjál neki. Kopi-kopi. Ide felugrunk. Mondom, felugrunk. Aztán akkor így meg upgrade-elünk innen. Lehet, hogy majd nekik kéne állni. Van néhány. Frekventált helyekre néhány. Betonblokkot készíteni. Amúgy. Ebben is gondolkodik a Keeper. Összeburult a bázis. Jó clickbaites címet adtam az előző videónak, mi? Azért, hogy meglássátok, hogy mi történik itt. Összedőlt a piramis, lol. Hát, ezt nem tudom feldolgozni, hogy egyre hülye vagy lehetek. Na, viszont kellene nekem egy ilyen. Mondom, egy ilyen. Csak akkor ezt meg el kéne forgatni. Nekem az tök tetszett egyébként. Ja, olyan lesz mindenképp. Hát nem hiszem, hogy attól borult össze, de most miért pecsövet csinálok? Nem ezt akartam, hanem... Úgyhogy így lehessen mindenfele forgatni. És itt fölül maradok, kívül akarok maradni mindenből. Úgy. De ez biztos, hogy nem borult volna össze, hogyha az alját nem matatom. Úgyhogy nem ezzel volt a baj. Oké. Okay. Egy darabot kéne hagynom, vagy már egy-kettőt, ahol be tudok menni esetleg. Egyébként a tetejére rakhatnék egy csapóajtót, nem? Figyelj, nagy valószínűséggel nem tudnak a csapóajtón bejönni. Ez mi ez az izé?
Elferdített csapóajtó. Nem. Mármint, hogy be tudnék én? De én se tudok bejönni. Mi értelme van a csapóajtónak? Lószar értelme van a csapóajtónak. Akkor inkább legyen ilyen. Jó, ezt egyelőre meghagyjuk. És itt is körbe rakom. Itt meg pont ez nem lesz elég. Mennyit beszéltünk? Hány blokk kell? Tudjátok, jó sok. 25 vagy mennyi volt? Jó, hát ez itt kellett újraépíteni. Meg most már, hogy elég gyorsan tudjuk termelni az alapanyagot, így azért nem egy olyan horribilisen nehéz megcsinálni. Na, néhány building block még kell. Egyébként ennyi erővel ebből, ezt nem tudom, ezt is át tudom alakítani, akármilyen formára. Na, itt is le tudom kopizni ezt. Azt kopiztom le a felsőt. Testvérem, hát akkor legalább ide is olyan lett volna. Csak ezt, hogyha rossz helyre rakod, vagy rosszul rakod, vagy rossz helyre is kiütni, az kellemetlen tud lenni. És erről beszéltem, hogy rohagy meg! Ó, a szemed álljon meg, hogy erről beszéltem, hogy pont rosszul rakod le, bazza. Hát nem hiszem el, hogy ilyen szerencsétlen, hogy tudok lenni. Egy darab ilyen kutyaszart csináltam, bazza, vagy ötöt, de azért rosszul rakod le, bazza. Komolyan mondom, én nem hiszem el magamat, hallod ma. Hogy tudtam ezt rosszul lerakni? Hogy? Hát bazza. Hát arra sem nem ettem meg ezt a... Mi a fasz van? Gyerekek? Hát mi van már? Hogy volt? Millió variáció. Na végre. Végre megtörtént ez a sövény. Megtörtént. Ez pont nem lesz elég. Figyelj. Ma ebben a részben egyébként olyan szinten nincs szeretni, most ezt figyeld. Hogy is pont nem elég. Hát azért a szeme álljon meg a készítőknek, komolyan mondom. Nem hiszed el, hogy nincs pont nem elég. És megint most kopizhatom le. És megint ugye nem jól fogja lekopizni. Ó, te édes Isten, az égbe. Egy darabért itt a pöcsölsz most, figyeld. Forgatod, bazze. Hajtod, vidd a kereket. Na. Jó, megnyugodtunk. Meg egyébként belülre is rakhatnék rácsot alulra. És akkor három soros védelem lenne. Úgyhogy azt még meg fogom csinálni majd. Tehát a zombi horda előtt úgy értem. Most aztán már elegem van ebből, hogy ezt kell építgetnem. Mert csinálgatnám ott lent a dolgokat. Viszont lépjük a szinteket, mint az őrültek, gyerekek. Az animal trackinget, ezt érdemes rakni, gyerekek. Mert én sokat vadászok. Már csak az érdemes lehet, hogy kipróbál rá az ember, várja. Csinál ilyen building blokkot. Egy ötöt, meg kéne vágnom már megint fát, mert megint fázunk. Jó. Jó, megnyugszik a keeper, nyugszik. Éhesek vagyunk, szomjasak vagyunk, nyilván. Murky water van nálam csak. Meg van egy tojás. Jó. Régen voltam a Jenny-nál, mi? Hát hiányol biztos. Ja, izé lett belőle egyébként Azték piramis lett. Azték piramis lett ebből az egészből. Mindenképp kellene majd, ez tök jó részben, itt van vízebben a medencébe. Kár, hogy most már nem lehet izé kimerni. Arra lennék kíváncsi kiütni, mert ennek a medence oldalát kifolyna a víz. Mennyire van megcsinálva a gyerekek? Mit gondolnátok? Üti ki a halál az ezres izét. Ezer blokkot. Meg itt a Jenny. Tök jó, hogy ilyen közel van hozzá. Hát ennél közelebb. Nem, gondolja. Meglátta itt építkezek. Ez hülye. Hát fölhúz bazza ide egy izét. Ilyen brutál épületet. Egy piramist építettek a szomszédomba.
Fémszőrszálmok, köllerélek, fémszőrszálmok. Azok lennének jók. Legalábbis ilyen biztos, hogy jobb lenne. Jó, ugye ez sok blokk ütés, amire kiütöd. Az alsó az nem biztos, hogy hatékonyabb lenne sokkal. Jó, egy 1000 darab lesz, aztán ma megyünk is el mind a... Húzunk mind a vadlibánk. Egyébként ha eljöttem eddig, akkor már bőven be tudok menni itt is. A sima bejáraton. Azt is, amire végig ásom, meg még felhúzok itt még mindent. Ugye akarok egy üvegházat. Mind a négy irányba, négy fajta, különböző fajta létesítmény fog lenni a piramis körül előtte. Tehát akkor mindjárt mondom, hogy északi irányba egy zombi horda váró lesz. Mindjárt mondom, nyugati irányba egy üvegház lesz. Ugye keleti irányba a kiárat, tehát az mindenképpen, tehát úgy lesz, hogyha lemész majd alá, akkor egy központi termen ki lesznek a feliratok, hogy exit, mit tudom én, akkor plants, vagy ilyen, nem tudom, a kert garden, vagy valami ilyesmi, akkor lesz egy ilyen hordaváró, és mind a négy egy ilyen központi teremből ilyen alagutak fognak nyílni. Ez a terv? Ez a terv. Csak rengeteg munka. Na, menjünk is be a pecsába, nem gyerekek? Menjünk is be a pecsába. Halli! Subidubidubi! És ezt is meg kell csinálni. Egyébként ilyen kör alakú alagutat tervezek minden irányba. Nem tudom, azt soha nem csináltam. Lehet ilyen izét, tudjátok. Vannak azok a blokkok, ami ilyen fél, vagy negyed körök. És egy ilyen kör alakút, az tök élnék, hogy csinálnék ilyen, mint egy ilyen csatorna rendszer le. De egyébként ez tök szar, hogy itt ben van a az is nincs megcsinálva ilyen aktaszerűre. Na, hát azért az már így adja. Fölvegyük, felupgrade-elem a tetőt, mert el fog maradni. Meg itt még hiányzik is egy leak. De nem ezzel. Egyébként tudom, egy csomószor ezzel upgrade-elek, mert elfeledkezek. Szögbelövőben meg ugye izével lenne, instant, egy lövés. Ez a még barátibb, de azért az a kalapás is sokat segített. Ja, ezt a felső részt, ezt betonból meg kell csinálnunk. Holnap, tehát a 21. nap. Hogy minél inkább, nem is a tetejét, hanem így azért az oszlopokat, meg a külső részt. Beton legyen minimum. Az beton azt gondolom, nem tudom, ilyen 5000 blokk dimension rendelkezik, vagyis durability-vel? Mondjuk ezt a durability szót ez szerintem nem jól mondom. Nem így ejtik, ugye? Tuti vagyok, biztos vagyok benne, hogy ezt nem jól ejtem. És megint forgathatót? Forgathatod? De egyébként várja, ezért nem lehetlek a pizdi. Az irányt. Autorotate, az mi? Nem az. Az irányt ezt nem lehetlek a pizdi. De bazzeg, de hülye vagyok. Jó, oké. Bocsánat! Hát tudni, hogy írtátok. Nem tudni, írtátok, hogy hülye vagyok. Elfogyott a cobblestone-om? Hát hogyan az anyja úristenében? Még elvileg tudok csinálni. Nem tudok csinálni? Dehogy nem, bazza. Még 500 valamennyit, nem viccelj. Oké, okay. Nagyon jó. Jó, megvagyunk ezzel. Csodálatos. Ennek örülünk. Ide már készítettem egy ilyet, ugye? Amelyiket fölrakjunk, és... Mire tudom fölhúzni? Egy másik ajtóval? Gratulálok. Egy másik ajtóval tudom felupgrade-elni. Azért az úgy ki van találva. És ez a... A létre nekem mindig egy ilyen arros se vegye meg. Félek tőle. Oké, okay, babáim, szuper a helyzet, nagyon tetszik a dolog. Hol vannak a fákják, mert nagyon sötétes van.
Kicsit át kéne rendezni. Most ezt a falat ezt nem fogom felupgrade-elni, mert rengeteg izébe tellene, hanem először. Mindjárt egy kicsit összeszedjük magunkat. Agyilag. Nem árt az, ugye? Nincs több fákja? Elveszett? Meghalt? Vége van? Lehet, hogy nincs több? Jó, semmi gond. Először, figyelj, ezt le is veszem innen, mert először ezt a falat fogom megcsinálni. Jó, egy zombilen felirat mindenképp ide fog majd ugálni. Oda föl, amikor... Jó, az nem jó. Hát azt beszéltük, hogy lejövök, és mondjuk szembe. Mondjuk az északi falon lesznek a ládák. És mennyi láda legyen, gyerekek? Mindenképpen szimmetriának törekedünk. Tehát innen fogunk indulni. Egy, kettő. Kettő magasan fog jönni. Egy, kettő. Egy, kettő. Egy, kettő. Egy, kettő. Szerintem ilyen szélesebb minimum lesznek ládák. És akkor tényleg külön tudom rakni armor, weapon, meg minden szar. És, fú, basz, ez jó sok láda lesz. Minek nevezik azt? Szek. Nem szek. Storage. Hány darab ez? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Tehát 20 darab ládát kéne csinálnom. És oda át fogunk pakolni. Hát bocs, ez fakereszt. De ez ilyen. Jó, cobblestone most egyelőre nem kell, csinálja meg a ládákat. És akkor oda át fogunk pakolni, és akkor úgy lesz, hogy a két oldalán meg kezdődni fog a különböző crafting dolgok. És szembe ott meg lesz a konyha rész. Úgyhogy ez így fog kialakulni, srácok. Egyébként ennél szebb storage nincs. Régebben ilyen tök jó beleillő storage-ek voltak. Chestek, aztán lehet, hogy van ám. Így nincs. Lehet, hogy a bútoroknál van. Ezeket mind lehet alakítani, ezt mondtátok. Például ezt, ebből mit tudsz alakítani? Ja, nem tudom megnézni, mert nincs olyanom. És ebből... Ja, most ja, nem kraftolom le. Tudok candle-t csinálni. Annak nagy fénye van? Mert hogy jó lenne. Ja, nem nagyon tetszenek ezek a ládák. De hát, jó az, egy a fele. Jaj, ezt összetört, azt tuti. Ez összetört. Van iron. Hát ez lehet, hogy egyen jobban néz ki, de ugye az ilyen vasból készül. Meg van steel. Ja, meg vannak ilyen modok, amiket ugye tudnék csinálni, hogyha tudnék, de nem tudok, szerintem. Oké. Ilyen pocket modot, ilyet tudnék csinálni, csak ugye ez csak ilyen workbench-nél lehet elvileg, ugye? Na, várjatok, csináljuk már azt a izét, egy darabot elcsesztem. Oké. Okay. Oké. Okay. Jó ez így, gyerekek. Szeretik a puják. Nagyszerű. És akkor ez így jó. És egyébként hány bájá? Z, O, M, B, I, E, L, A, N. De nem mondod, hogy pont annyi. Nem mondod, hogy pont annyi. Majd mennyi izém, ma mennyi alapanyagom? Jó, gyerekek. Úgyhogy akkor... Hát bocs, ez fakereszt, de ide nekem kell egy zombilent felirat. Ezt tudjátok. A régi bázisomban volt olyan fal, és retteltesen imádtam. Ne haragudjatok, gyerekek, hogy ezzel szarakodok. Biztos gondoljátok, hogy daj de hülye vagy. Csomó fontos dolog is lenne. De egyszerűen nem bírom ki, hogy ezt ne csináljam meg nálam. Ez egy ilyen... Fú, ez jó lesz. Jaj, de jó, én örülök neki. Storage ott van.
izé lenne nagy, még egy ilyen nagy storage feliratnál. Mert másik oldalra meg egy rohadt nagy konyha felirat. Vagy egy, minden oldalra egy égtáj. West, meg North. South. És mi is ez? Valami E betűs. Kelet. Oké. Okay. Ja, Eastern, vagy valami a kelet, ugye? Oké, okay. Ne arra, tényleg én annyira sajnálom komolyan, hogy ilyen hülye vagyok. De egyszerűen nem bírom ki, hogy te csináljam meg ezt. Úgyhogy tényleg bocs, érte, srácok. Hoppá, azért viszont is sokkal jobban néz ki, mint ahogy ezelőtt volt. Zombieland, Zombieland, Zonzo, Zombieland. Biztos jól számoltam ki, hogy kijön, mert amikor felrakom, akkor már elég érdekes lesz, ugye le kell vennem. Z, O, M, B, I, E, L, A. Basza, hallod és pont kijön, és ez tök nem volt szándékos. Esküszöm, gyerekek. Várjál, azt... ez nem lesz egyszerű, nem tudom, van a kül... Á, nem, a francot nem lesz egyszerű, hát vannak különbetűk. Várjál, mit, be van kapcsolva valami? Ja, ide, itt ez van, hülyeség, beleírva. Mi a faszod van? Most meg, ja? Z. Végül is nem is a falra akarom rakni, földre bazza. Na, bazd meg, most meg így van. Remélem az összes betűt így kell kirakni. Gondolom. Amit az, remélem az összes betűt rosszul fog kezdeni, úgy értem. Zó, 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 zó. Nem, jó rakja. Miért itt csinálom? Miért nem figyelek? Ez a legfontosabb, ez olyan, mint a kocsikon a matrica, gyerekek, hogy plusz 10 lóerő. Aj, de szeretem, egyébként nagyon bírom, hogy ilyet lehet így kiírni. Nem azt kell kiírnom, hogy Négruska, nézd meg a DC-edet. Vagy bármi, nem tudom. Szóval jutott eszembe. Zombie. Jaj. Le. Ha. Ne! Baza, ezt nem terveztem és mégis kijött. Adaré! Jó! Rohadt jó! Mária, mamore! Rohadt jó! Viszont ide átviszek egy-két fákját, mert az nem van, nehogy egy... ne ott legyen a fákja. Várjál, ugye ott... Bazza, nem szimmetrikus, bazd meg! Nem szimmetrikus? Hülye voltál, gyerek! Nincs szimmetriába. Nézd meg, itt kettő blokk maradt el, ott meg egy blokk maradt el. Úgyhogy cseszhetem a Zombieland feliratomat. Ott egy blokk maradt el, ott meg kettő. Jaj, Istenem, hogy nem sikerül sose semmi, ugye? Tessék, el van cseszve az egész. Ó, hát nem is jöhetett volna ki, hát pont 10 a közepe. Ugye... Jó, elviseljük, gyerekek, mi legyen? Vagy átalakítsuk az egészet. Komolyan, én átalakítom, hallod, én nem kis pályadok. Figyelj, egyébként ezt felupgrade-elek mindent fára ezen az oldalon, aztán akkor már mindjárt nem tűnik olyan vészesnek. De az a baj, én meg tudom. Ez olyan, mint az autódon van egy hiba. Lehet, hogy senki nem látja, mindenki szépnek látja az autódat, te tudod, hogy ott van egy hiba. Ezt minden autós, aki foglalkozik az autójával, azt tudja, hogy mire gondolok. Vagy van egy pattanás az orrodon, azt hiszed, hogy senki nem látja, aztán igen. Jó, ez nem, gyerekek. A francia sem belehet, nem? Nem akarom újra csinálni, megmondom őszintén. Mennyi fám van? Mert akkor már felhúznám itt ezt a falat. Legalább fából lenne. Nem csak ilyen szar blokkból.
Hát szerintem teljesen jó lesz, gyerekek. Hú, nem bánjátok egyébként, hogy ilyen rohadt hosszú részek vannak, meg sokat építkezek? Még mindig ezt megkérdezem, aztán nem írtak ám rá. Csak ilyen nagyon ritkán egy-kettő, hogy á nem, tök jó az építkezés, azt lehet, hogy a maradék 500 ember az meg azt gondolja, hogy faszodott ebben a sok építkezésben, hát már megőrülünk. Na, kész van akkor a izé. Zombi lehánt. Ne! Jaj, tök jól érzem magam itt egyébként. Jaj, kis zombiland feliratom, nagyon tetszik. Csak az nem tetszik egyébként, hogy rohadtul nem szimmetrikus. Egyébként annyit tudnék csinálni. Ne haragudjatok, de én engem csomó minden ilyen idegesít, és az E-hez, és a D-hez rakom ezt a fákját, akkor azért mégis egy barát ér. Na, azért ez nem olyan rossz. Ugye? Följössz, és akkor hátra nézel, és akkor a zombilandik az. Itt jössz föl, és jó, ilyen. Kurva jó. Na, igen, át kéne pakolni mindent is majd. Tök jó lesz egyébként, ha megszűnik itt a rumli majd középen. Ezt fölveszem instant, és ezt már le is rakom valahova egyelőre. Valahova az, mondjuk tök mindegy, hogy hova, csak az a lényeg, hogy valami szérőre. Hogy az ne legyen ott. A forge-ot is mondtátok, hogy föl tudom venni, ugye? És ha nincs benne semmi. Úgyhogy ezt fölveszem, és elrakom az egyik sarokba majd. És akkor ugye csinálunk egy konyhát is szerintem. Kéne egy konyha, gyerekek. Mindenképpen. Na figyeljetek, a forge-ot el kéne fordulnunk. És akkor jó, mert tudunk több forge-ot használni, ugye végig tudom majd rakni, ha úgy van. Kettő darab elég. Még mindig, megint el... Ja nem, azt hittem, hogy az összes izei blokkot elhasználtam. De nem használtam el, csak egyszerűen annyi a probléma, hogy betűk formájában létezett. Padlót megcsinálom cobblestone-ba, mert azt tetszik nekem. És akkor a forge az már jöhet ide. Úgy. No, hát ez így mindjárt barátibb lesz. Dobom bele az üllőt. Nagyon szuper. És akkor itt sorba lesznek. No, hát ez így mindjárt kellemesebb. Sokkal jobban átlátható. Én nekem ez nagyon bejövős. Elnézést. Ezeket is majd eltüntetjük innen. Kiszedek mindent is belőlük. Várj, ebben még ilyen is volt, azt hiszem, ugye? Sőt, ebben ma bizony mit nincsenek ezekben, gyerekek. Ott azon van rács, kettő is, jó. És akkor a konyha. Azt mondtátok, hogy a konyhai pult, a bútoroknál van olyan opció. Bazdmeg, én nem látom azt a kurva konyha pultot. Most ne haragudjatok, de én nem látom. Én nem látom azt a konyhapultot. Nem látom a konyhapultot, de miért nem? De miért nem? Menjünk már végig. Kajzé, szóval dirt, gravel, virág. Ez izé, ilyen hülyeség. Postalára. Csap. Sandbag. Ez tök jó egyébként, hogy sandbaget lehet lerakni ilyen poénnak. De fasz, nincsen. Látod? Tabl, vagy valami ilyesmi. Semmi bazza, komolyan mondom, én ezt nem tudom fölfogni. Ezt én nem értem, gyerekek. Ezt halál komolyan én nem értem. Hogy azért, mert nincs hozzá alkotó elemem, de hát nem. Úgy csinálnék, vagy itt a házna. Ugye ezeket tudom alakítani, ezt mondtátok. Itt a kabinet. Szeg. És wood. És a kabinetet akkor tudom alakítani. Várjál. A fém cuccoknál szerintem van szegem. És akkor nézzük meg, hogy hogy tudom alakítani én ezt a kabinetet. Ha ebből csinálok mondjuk háromat. És akkor csinálok egy ilyen alap. Alapkonyhát, azt akkor majd bővítjük, hogyha lesz szegünk. Nem tudom egyébként a szeget azt hogy tudok csinálni.
Mindjárt már én megnézem a Nailt, hogy az hogy van. Igen, clay, meg iron. Az jó mondjuk. Ez pont egyébként szerintem. A clay, az lehet, hogy ez kurvára nincs, de van. Oké, rakjunk bele tüzelőanyagot. És akkor Nailt szeretnék csinálni. És clay, meg iron. És jaj, jobb az meg, várjál. Az iront, azt be kell, mármint a scrap iron, és be kell ugye olvasztanom. Smelting. Ja, ezt el is felejtettem. És clay kell. Jó, és akkor úgy tudok, ja. Ó, nagyon jó, oké, azt akkor be. És itt viszont, melyik a közepe? Gondolom a középső. Úgy. És erre vagyok kíváncsi, hogy itt mit tudok csinálni ebből. Ó, ez nagyon jó. Na erre, ezt akarta a keeper. Hogy legyen szép kis helye. Helye, ujja. És akkor csinálunk ilyeneket. Ilyeneket, és az végét meg lezárjuk ilyennel. És ebbe lehet pakolni, ugye? Ebbe lehet pakolni, ha jól emlékszem. Viszont felupgrade-eljük a mögötte lévő sorocskát. Megpróbáljuk front oda igazítani, és akkor jó lesz. Az a lényeg, páratlannak kell lennie. Ez nem sikerült túl jól. Jó, de így, ha így páratlan, az is jó nekünk. Oké, pillanat! Ilyet kellene rakni. Egy, kettő. Három. Igen, és kellene most szeg. Jó, de ilyet csinálok, mert biztos kelleni fog. Csodálatos, csodálatos! És akkor mi ez, kabinet? Azaz. És pont megvan az 5, ugye? 1, 2, 3, 4, 5. És a két szélére meg majd ilyen görbét fogok csinálni. Na most le tudom kopizni ezt, ugye? És akkor ez pont 5, és ez mekkora hely van ebben? Hú, hát ez bőven jó lesz nekem, gyerekek. Csak az a baj, hogy nem fogom tudni föl-upgrade-el, vagy nem tudom tudni fel-izajeni. Minek nem vagyok, azt tudod, mit akar mondani a keeper? Táblázni. De nem baj, megtanuljuk, hogy hol mi van. És akkor csinálunk még kettőt, az meg a szélső lesz. Fősöt nem tudok fősö kabinetet csinálni egyébként. Azt még adná, azt tetszele. Itt lesz a konyha, ne viccelje képörnek a konyhája. És akkor most... Azt hiszem, hogy főső. Itt a főső, bazze, tudsz. Akkor alul lesznek az alapanyagok, fölül lesznek a izék. Gyerekek, megvan oldva. Csak ennek lehet, hogy más teteje van. És ennek nincs sarkos. Ú, de kár. Nincs sarka. De azért nem ilyet kell volna a másikat, csak az meg ilyen nyitott szar volt. Jó ez, nem? Az egy konyhának kinéző dolog. Ezeket át kéne hordani. Bár aztán sok értelme nincs kivenni. Szennyire vele is tudnék craftolni, de mindegy. Akkor alul lesznek mondjuk a alapanyagok, fölül lesznek a készkaják. Nem, srácok, aztán így akkor megvan oldva. Ezt meg lehet, hogy el kéne oltanom. Mondjuk beolvaszthat akármit is. Ugye itt ide be kell rakni. Szuper. Örülök ám. Komolyan mondom. Viszont még kellene szeg nekem. Gondolom a fölsőhöz is ugyanúgy, hát hogy ne kellene szeg. Úgyhogy akkor... szeg. Azért csinálok még egy... 100 darab szeget. Szeg az szerintem sok mindenhez kell. Végre tudok forzsolni is. Én ennek is tök örülök. Tök jó asztali íze, gyertya. Ez meg ilyen folly candle. Ó, de jó. És ez... Dehidratált vagyok. Jó, ne aggódjál. Most a keeper éppen gondolkodik. Le kéne raknom.
ezeket a tábor tüzecskéket. Hol van a következő tábor tüzecske? Van egy fákjám is. Három darab tábor tüzecske, három darab középsőre, csak pont nem tudok eltávolodni annyira, hogy átlássam itt a szituációt. Higni. És kacok. Látod? Mekkora királyság, pont szimmetrikus. És akkor mindenből rakjunk ebbe egy darab főzőerény kéne mondjuk. Egy darab ilyen. És egy darab ilyen lombik. Oké, és a lombikat azt nem is mutatja. Jó, ott van valahol hátul. Ebbe kellene egy ilyen. Mehet bele egy főzőerény. Jó. És akkor ebbe mehet egy rács. Szuper. Nagyon cuci. Nagyon cucis. És akkor kellene felső szekrényeket készítenem. Szintén minimum 5-öt. Tehát 4-et, mert egy van. És akkor megnézzük, hogy a felső szekrényekből milyen van. Abból biztos nem lesz sarkos. Kabinet ajtó, lol. Ez jó egyébként, jó lenne volna tovább húzni, de az meg már túl nagy konyha nekem. Úgyhogy egyelőre ez így lesz, hogy így. Így. Na nem tudom, nekem ez is fontos, hogy így legyen megcsinálva. Lehet, hogy ti azt mondjátok, hogy jaj, de hülye vagy Keeper. Ez tök hülyeség, semmi értelme nincs, de nekem van egy ilyen fétisem, hogy ez legyen jó, csak egy dolgot nem csináltam, meg nem upgrade-eltem fel mögötte. Úgyhogy lehet, hogy be fogunk menni a fal mögé, és akkor felupgrade-eljük. Csak itt ezt a kettőt már akkor... Az meg. Ezek a sikítós zombik, ezek nagyon szeretik itt a... fontani a levegőt. Üti a dolgokat. Baze! A jó anyád! Na, szevasz. És közben megint sikítósult, megint bespawnol. Úgy utálom a sikítós zombit. Oda nézve, megint rendőrt, meg minden szart bespawnolt. Ó, te fiú. Hát ez kell nem. Ezt komolyan mondom, ez kell nekem. Meg lebucskáznak. Lebucskáznak. Ez a rendőr talán elmegy belettük, nem tudom. És megint lebucskázott, és megint nem hal meg. Komolyan mondom, rosszabb növeszi meg őket, gyerekek. Aha, a rendőr észrevett, jó volt, nagyon jó. Sikítós zombinál, nincs rosszabb, tényleg. És ez a buzi rendőr köpköd. Nem vagyok megelégedve. Kell csinálni mindenképp egy izét holnapra. Egy acélkalapácsot. Most már azt tudok csinálni, aztán azzal valószínűleg nagyobbakat ütök. Hát rohadtul nem vagyok megelégedve magunkkal, nagyon szarok vagyunk. Mármint ilyen béna vagyok, vagy nem tudom, lehet, hogy így legjobb definiálni ezt az egészet. Jó, oké, akkor figyelj, kaja alapanyag, meg mindent, fú, basszus, megint ugye rendszereznem kellene. Megcsináljam ezt gameplayen kívül, majd gyerekek, hogy itt elrendszerezem a dolgokat. Ne az legyen, hogy itt végignézitek, hogy alakítom ezt ki. Hát, hogy azt kellene, nem, srácok. Na, viszont nekem a maga az elrendezés az tök tetszik, tök jó lett. Tényleg frankó. Annyi, hogy ja. Sok idő még ezt megcsinálni lakhatóra, élhetőre, de hogyha egyszer kész lesz, akkor szerintem nagyon jól el lehet héderezgetni. Együnk egyet. Meg nem tudom, ezeket lefasz tudja, leszkreppelem. Zombieland!
Super Zobbilen. Ennek a két oldalára is csináljuk már kettő ilyen csodálatos fákját. Később úgyis majd elektromosság lesz, ugye? Jó, majd be kell menni fel. Felupgrade-elni a dolgokat. Kész kaja pia. Figyelj, megeszem ezt, már nagyon unom, hogy folyamatosan szopunk. A kávé az megint hol? Jaj, van. Hol a kávé? Mindig ezt a kávét keresem. Oké. Okay. Éhes vagyok. Most tettem egy olyan kaját, hallod? Elterít. Oké, okay, az jobb, be kéne mennem ide mögé, aztán ezeket felszkrappelni, mert nem csináltam meg, aztán így akkor csúnya világ lesz. Egyébként tök durva be lehet menni ide, nem? Lol. A hülye. Csináltam, hogy be lehet menni. De mindenképp kéne valami ajtó, mert akkor ide be tudok menni, aztán látom, hogyha valami szar van. Meg ezeket is később ugye se felupgrade-eltem, vagy becsinálhatom tövörre. Meg egy csomó minden, bármit így össze lehet hozni. Ez ilyen szerviz alagot, lol. Fasza, 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 fasza. Meg is volnánk. Ja, kettőt még csináltam, mert gondoltam, hogy lehet, hogy van valami jófajta felső szekrény. Az abban ilyen elforduló felső szekrény van, tudod? Az, amelyik így elfordul így. Ez nem a legszebb. Mondjuk aztán nem is a legrossz, ugye ezt ilyen sarokba kellene rakni. De mondjuk nem is a legrosszabb, bemondom neked. Úgyhogy lehet, hogy ezt így be fogja rakni a keeper. Meg. Oda is be fog rakni egy ilyet. Azt. Na megint zombik, bazd meg. Komolyan mondom, megint zombik. Ide valami olyan védelmi rendszert kell kialakítani, hogy ne kell ráadni, kivászkárom zombit lesni. Esküszöbb, bazd, a zombi hangot hallottam. És meg semmi, sehol semmi. Látjátok, elcsesződött az az előnye ennek, hogy kilátok. Elveszett ez az előny. Úgyhogy ez kb. Így semmi értelme nem lett. Mert eddig tényleg az volt a jó, hogy tényleg kiláttam volna, de most meg már nem látok ki a nagy oszlopoktól, meg a rács, meg minden. Teljesen így elveszi a... Jó. Tetszik. 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 Komolyan mondom. Ott az a ládasor az csúgya, ott van ugye a... Még a, tudod mi? Hú, folyamatosan egyébként, ja, most gondolkozok, aztán így izé, hol van a buildingeim? Itt van már. Ezt ide visszapakolja a keeper. Mi ez a közös idő? Amikor közös idő van ott kint, akkor itt bel is közös idő van. Jó, ezt figyeljetek, ezt az alapvagyagos ládát, meg ezt pakoljuk már oda át. Ne az legyen, hogy mindent, semmit nem csinálunk kb. És akkor alapanyagok, meg minden, figyelj, ez is jó. Alapanyag, akkor az alapanyag az lesz lent, jó? Az alapanyag lent lesz lent, és akkor kezdjük mondjuk a bal oldaliba, jó? Alapanyag. Lehetne úgy, hogy növényi alapanyagok, valami ilyesmi módon. Növényi alapanyagok. És lehetnek külön állati alapanyagok. Ugye, az is tök jó lenne. Mondjuk a másik oldalt. Vagy pedig növényi alapanyagok. Állati alapanyagok. Valami ilyesmi, nem tudom, hogy miért találtam ezt ki. De talán egyel könnyebben el fogok igazodni. Ugye, ha már megszokja az ember, akkor az tök jó lesz. Bal oldalról kezdve lesznek a készpiák. Vagy jobb oldalról, bal oldalról lesznek a kezdve a készkaják. Oké? Okay? És akkor várj, középen meg mondjuk ez a víz. És ez, szerintem ez így jó. Szerintem ez így jó. És akkor mit mondtam? Készpiák, készkaják. Készkaják. És akkor így lesz, és akkor egyre inkább befele haladunk meg majd erre. Hát ez egy kicsit zavaró egyébként, hogy ja, hogy az ember nem tudod feliratozni. Nem tudsz táblát csinálni rá? Vagy valami csoda? Valami ilyesmit? Egy kicsit kaotikus. Igaz, hogy jól néz ki, de kurva kaotikus. Jó. Ki
Kiszkolja. Egészségügy. Ja, az egészségügy, azt viszont valahogy nem tudom, hogy hogy fogom már tényleg megoldani. Hú, bazz, itt. Ez nem biztos, hogy a legjobb megoldás lett, hogy én ezt így csinálom. Mondjuk ezt alapanyagnak, nem, ezt kézkajának veszem. Igaz, hogy nem pont az. És akkor itt meg a kézpiák. Ugye? Kézpiák. És az egészségügyet hova faszom? Francba rakom. Hogy szépen fejezzem ki magam. Na ugye? Egészségügy, az hova megy? Egészségügy. Hm? Ez megint kérdés. Egészségügy közép? Legyen az. Egészségügy közép. Jó? Egészségügy közép. Oké. Egyelőre kirakok mindent is. Kajalapanyag. Állati. Megszokom ám, csak az, hogy az állatinak számít, vagy növénynek. Na, föl is adja a leckét egybe. És akkor az egészségügy. Az, meg azt mondtuk, hogy akkor középre. Ugye, az full középen. Egészségügy full közép. Oké. Full közép. Meg ide is lehet esetleg. Nem vagyok kibékülve ezzel egyébként. Jól néz ki meg minden, de nem vagyok kibékülve. Ez rettenetesen megnehezíti a dolgot, úgyhogy nem tudom, írjátok meg szerintetek, hogy mi legyen, mert ezt sokkal jobb a doboz, hogy minden rá van írva. Az egy ilyen nagyon hasznos dolog tud lenni. Ez szép, meg jó, meg minden, de azon kívül nulla haszna van. Ja, úgyhogy lehet, hogy az ugrani fog. Azt a rengeteg ládát kell majd elpakolnom a... Figyelj, ja, ebben még volt valami? Ja, volt valami. Tök jó, hogy nem esik ki. Ja, ez nem jó, ez nem jó az a konyha. Nem tetszik. Fel kell iratozni. Itt is volt valami, bazza. Minden egyben valamit hagyok. De azért mennyiben átláthatóbb lesz, nem? És látszik, ez az egész kecó szerintem rohadt jól fog kinézni. Rohadt jó, tetszik. Kaja, piva, minden is van, minden is lesz innen, ez eltűnik, de lehet, hogy az lesz, hogy ezért kicserélem azokat a dobozokra. Nem tetszik ez nekem. Ja, viszont az meg tök jó, hogy itt lesznek két oldalt kraftolós részek. Egyik oldalt mondjuk forge-ok, másik oldalt mondjuk crafting table-ök, vagy ilyesmi. Jó van, szerintem egyébként azon gondolkozok, hogy lehet, hogy elbúcsúzom, srácok. Most azért egyébként rohadtul nem vagyok semmivel kibékülve teljes mértékben. Itt azzal nem vagyok kibékülve, hogy nem látok ki. Ugye elvesztette azt az előnyét ez a béz, amit én akartam, hogy nyújtson. Nagyon elvesztette, nagyon szar lett, nagyon nem jó. Nem tetszik, nem tetszik. Nem tudom, hogy még mi lesz, de nem tetszik. Nem mondjátok, hogy itt se lett izés. Figyelj, így nem szimmetrikus. Így nem szimmetrikus oldalra. Aha. Oldalra nem szimmetrikus. Nem szemből nem szimmetrikus. Szemből semmi gond. Aha. Hanem oldalra. Hát nézd már meg, most nézem. Figyeld. Annak a két oszlopnak kijebb kéne mennie. Arra, oda. Úgyhogy az biztos, hogy fogok azzal valamit csinálni. Az nem jó. Az a két oszlop, annak kijebb kéne mennie. A rohadt életbe, gyerekek, hogy már megint találtam valami hibát. Az a két oszlop, az nem jó. Úgy, szerintem el van törve a kezünk, azt befolyásol így is. De annak a két oszlopnak, annak egyel kijebb kéne menni. Azért nem jók a méréseim. Az egész el van mindig csesződve emiatt. Úgyhogy ez így egy nagy fos. Úgyhogy az lesz, hogy ezt meg kijebb kell vinnem. De lehet, hogy neki kéne állni betont csinálni például, a felső rész, hogy azért túl, érje túl. Egyébként ez nagyon veszélyes ez a hely. Mármint így horda szempontjából szerintem. Itt tök hamar el tudjuk bukni. Na viszont srácok, elbúcsúzom, mert rohadt hosszúak ezek a videók már. Akkor annyi, hogy ezt a két oszlopot ezt mindenképp kijebb rakjuk majd, hogy szimetria legyen. Akkor azért az már úgy egész kellemes lesz.
Viszont ez a beltér, ez nekem nagyon tetszik, hogy így egy ilyen egybefüggő. Sőt, még simán még egy emeletet is tudnánk felhúzni, hogyha nagyon akarnánk, de hát ezt lehet, hogy már nem akarjuk, nem tudom. Sokkal jobban örülök neki, hogy így átlátható. Viszont ja, egy kicsit magasabb beltér, csomó fáklya lesz, csak minél több fáklya van, annál több sikító zombi jön, úgyhogy azzal is csinyán kell valamilyen szinten bánni, de azért ide kettőt még rakok. Ezeket az ládákat nem tudom, gameplayen kívül pakoljam át? Bár nem lehet, nem hiszem, hogy gameplayen kívül. Figyeljetek, elég hamar el tudjuk szortírozni majd. A Zombieland felirat az nem lett full középen, ugye? Az I és az E. Ja, nem lett full középen, sajnos. De szerintem azért azt nagyjából el tudjuk viselni. Tök jó. Viszont tetszik. A bázis építés az egyik legjobb ebben a játékban. Le fogjuk kövezni mindenképp az alját. Aztán akkor utána meg lehet, hogy fával felkéne az egészet. Akkor legalább itt egy kicsit olyan barátibb lenne. Még mindig fából van egyébként a nagy része ennek az egész építménynek, kívülről is, ami azért megint nem egy életbiztosítás, ugye? Oké, gyerekek. Oké, gyerekek. Jó van. Szerintem akkor ennyi volt ez a rész. Tényleg köszönöm szépen a figyelmet. Tök jó. Sokkal jobban érzem magam már itt. Egy ilyen helyen. Viszont nagy eséllyel, szerintem egyébként, ha lopakodnék, akkor nem vennének észre, csak ugye mindig itt futkozok ideben. Hát ugye, hogyha nagyobb lesz az egész, várjatok, még meg akarom azt beszélni veletek, mármint meg akarom mutatni, hogy gondolkodok egy olyanba, hogy ugye az a nagy baj, hogy itt a zombik azok így járkálnak. Túl közel érnek, ugye. Ha meg tudnám csinálni az árkot, csinálok egy árkot, ugye, hogyha a fém ásom lesz, akkor lesz az megcsinálom felmodolva, és kívülre raknék egy falat. És akkor ugye azt igazából nem akarnák azok szétütni, hanem valószínűleg megpróbálják kikerülni. Mert ugye hát nem támadják meg. Tehát nem kerülnek ide belülre talán zombik. És akkor nem fognak megtámadni, mert nagyon messze lesznek tőlem ahhoz, hogy érzékeljenek. Úgyhogy ilyenbe gondolkozok. Na de köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!